A sikeres pályázat támogatási szerződését augusztus 16-án írták alá, az iskola fejlesztéséhez a 101 millió forint támogatási összeg mellé Dabasváros 11 millió forint önerőbiztosítását vállalta. A kivitelezési munkálatok október utolsó napjaiban kezdődtek el. A magyarországi önkormányzatok és intézményüzemeltetők általános problémája az intézmények energiaköltségeinek folyamatos növekedése, mely az intézmények jelentős részének esetében az üzemeltetés megszüntetésével fenyeget. Jelenleg az uniós támogatással lehetőség nyílik mind az épület hőenergia, mind elektromos energia ellátása terén jelentős megtakarításokat elérni. Ennek érdekében a fűtés és használati melegvízellátásra 25 kW-os hőszivattyús berendezések kerülnek elhelyezésre. A 100 méter mélységbe lefúrt szondák kb. 5 kW hőenergiát tudnak biztosítani, melyekből 25 darabot helyeznek el az iskolódvar zöld felületei alatt, majd gyűjtővezetékeken keresztül kapcsolódnak a kazánházhoz. A gázigények kiváltása nem jelent jelentős megtakarítást, ehhez szükséges a hőszivatjuk elektromos áramigényének ellátását is megoldani, ugyancsak megújuló energiaforrásból. Ezen igények kiszolgálására, valamint az elektromos energiaellátás költségeinek csökkentésére 180 darab fotovoltaikus napelem kerül elhelyezésre, melyek összteljesítménye 42,3 kW. A tervezett napelemrendszer a meglévő elektromos hálózatra csatlakoztatva szaldómérő beépítés kerül kialakításra. Mindezek mellett a további megtakarítások illetve az energetikai hatékonyság érdekében a meglévő fűtésrendszer korszerűsítésére is sor kerül mennyezetfűtés kialakításával. A projekt elsődleges hosszú távú és közvetlen célja a tervezett rendszer kiépítése és üzembehelyezése után az üzemeltetési költségek drasztikus csökkentése, valamint a jelenlegi globális célok szerinti környezeti terhelések jelentős csökkentése. Továbbá ezzel biztosítható a létesítmény jövőbeni részbeni energiafüggetlensége is.